A híres híreket látják pénteken este 19 órakor. Jó estét kívánok! A híradó elején megmutatjuk kiemelt témáinkat egy-egy mondatban. Biztonsági kamera rögzítette, ahogyan egy férfi autó kerekeit cúrkálja ki a Halasi úton. Katica kupolás lesz az újabb kecskeméti bölcsőde Homokbányán. Hétfőn 16 utcában nem lesz áram Kecskeméten. Két személyautó ütközött össze frontálisan ma kora délután az északi elkerülő 4-es kilométerénél. Az ütközés olyan erejű volt, hogy mindkét autó motorháza megsemmisült. Az elsődleges információk szerint a balesetben 5 személy sérült meg, 3-an súlyosan, 2-en pedig könnyebben. Valamennyiüket a kecskeméti hivatásos tűzoltók emeltek ki a roncsokból, majd átadták a kiérkező mentőknek. A katasztrófavédelem munkatársai ezután áramtalanították a járműveket, és megkezdték a műszaki mentést. A 445-ös főúta teljes szélességében lezárták a mentés és a helyszínelés, valamint a roncsok elszállításának idejére. A baleset okát még vizsgálja a rendőrség. 12 gépjármű kerekét szúrták ki néhány napja a Halasi úton. Az elkövető vélhetően az egyik közeli ház lakója lehetett. Az ott élők szerint az illető folyamatosan rongálja az épületeket is. A férfi legutóbbi cselekményét egy biztonsági kamera is rögzítette. Ezt rögzítette néhány napja egy a Halasi úton lakó férfi biztonsági kamerája február 3-án 11 óra tájban. Jól látható, hogy egy férfi egymás után szurkálja ki a parkoló autók kerekét. A videót az egyik erkélyre szerelt kamera rögzítette. A gépkocsik tulajdonosai reggel igencsak meglepődtek, amikor munkába akartak indulni. Párom sétáltatta a kutyánkat, jön föl, hogy nagy a baj, minden autónak, amely a parkolóban tartózkodott, annak kiszúrták a kerekét, egyet, mindegyiknek az oldalát. Fönt lakik valahol, melírozott hajú, azért is kiszúrták. Mindenki, kivétel néki, még a szomszédházban van az a Laci, a szobafestő, azért is. Összesen 12 autót rongált meg az elkövető. A kiszúrt autókerekek ügyében a rendőrség már nyomoz, de a lakók tudni vélik, hogy az egyik Kikfor Kft. Kezelésében álló önkormányzati lakásban élő albérlő a tettes, mivel folyamatosan károkat okoz az épületben és zavarja a lakóközösséget. Tippünk van, ki lehetett az, vannak itt olyan renitens alakok, akik sajnos a lépcsőházat rongálják a környezetet, szemetelnek, hangoskodnak, lakhatás, a békés egymás mellett élés szinte lehetetlen. Egy konkrét családról lehet tehát szó, akik folytonos rettegésben tartják környezetüket. Sajnos ezt a bejárati ajtót is verik, rúgják, üvegtörik, hozzám is van, mikor becsüngetnek, bezörgetnek. A társasház közös képviselője szerint a problémás család nem csak a lépcsőházat teszi tönkre, törnek, zúznak mindent, ami az útjukba kerül. Bejárati ajtó üvegét megpróbáltuk, hogy vassal tesszük be, üveg helyett vasat teszünk, a kiverik, pozdorját az ajtólapba, üveg helyett azt is kiverik, postaládákat törnek, tulajdonosok ablakait beverik, redőnyöstől, mindent. Híradónk a történtek kapcsán megkereste a konfliktusokat okozó családnak lakást biztosító önkormányzati céget. Mint kiderült, a Kikfor Kft. Tud a botrányos lakókról, és már megtette a kilakoltatáshoz szükséges lépéseket. Először is nem hosszabbították meg az albérlőkkel a szociális alapon kapott lakásbérleti szerződését, így jelenleg jogcím nélküli lakáshasználóknak minősülnek. A társaság múlt héten már fel is szólította a családot a lakás elhagyására. Lehetséges, hogy emiatt szúrta ki az egyik családtag bosszúból szomszédjai autóinak kerekeit. Az ingatlankezelő eljárást indított ellenük, így jogerős bírósági végzés után végrehajtó közreműködésével kerülhet sor eltávolításukra. Ennek legkorábbi időpontja március-április lehet. 4 csoportos 52 fő befogadására alkalmas bölcsődeépítése kezdődött meg a Homokbányán, a régi orosz laktanya területén. Az új intézmény különlegessége lesz egy katica formájú közösségi tér.
ahogy az mögöttem is látható, nagy munkálatok zajlanak itt Homokbányán. Egy négycsoportos bölcsöde épül ezen a területen, a város egyik sikeres pályázatának köszönhetően. A beruházás 100%-os Európai Uniós támogatottsággal valósul meg. Egy évvel ezelőtt egy topos pályázaton több mint 350 millió forintot nyert Kecskemét önkormányzata a bölcsöde kialakítására és felszerelésére. Az összegből 4-50 négyzetméteres csoportszobát, valamint hagyományos és akadálymentes parkolóhelyeket is kialakítanak. De a beruházás keretében bútorokat, berendezési tárgyakat, fejlesztőeszközöket és játékokat is vásárolnak a gyermekeknek. A már zajló kivitelező munkálatok keretében 700 négyzetméteren alakítják majd ki az új intézményt, itt a széleskörű hasznosítás előtt álló volt orosz laktanya területén. Kecskemét legújabb bölcsödéjét, amelynek része egy katica formájú közösségi tér is, zöldtető védi a nyári túlmelegedés ellen, energiaellátását pedig napelemes rendszer biztosítja majd. A projekt egyik célja, hogy a homokbányai városrészben élő családok is igénybe tudják venni a bölcsödei szolgáltatást, segítve ezzel az édesanyák munkavállalását. A kivitelezési munkálatok a napokban kezdődtek meg, és várhatóan még az idei évben befejeződnek. Országjáró gazdafórumon tartott előadást tegnap este Cerván György, az agrárgazdaságért felelős államtitkár. A rendezvényen elsősorban a magyar gazdaság eddig elért eredményeiről volt szó. Országjáró gazdafórumot indított Cerván György, a Földművelésügyi Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára. Csütörtökön este Monoron a magyar agrárium elmúlt éveinek fejlődése, valamint az elért eredmények volt a legfőbb téma. A 10-14 közötti kormányzási időszak arról szólt, hogy talpra állítsuk a gazdaságot, és örömmel mondhatom azt, hogy jelenleg ott tartunk, hogy 4% körüli a gazdasági növekedés Magyarországon. A kormányzat nevében megköszönte a magyar gazdáknak, gazdatársadalomnak, gazdálkodóknak a közreműködését, mivel fontos szerepet töltöttek be az elmúlt időszakban. 2010 és 2016 között négy ízben is a magyar mezőgazdaság volt a húzó ereje a nemzetgazdasági növekedésnek. Előadása után Cerván György válaszolt a gazdák pályázatokat és egyéni problémákat érintő kérdéseire. 16 kecskeméti utcában lesz áramszünet hétfőn, az OK hálózat javítás és fejlesztés. Az áramszolgáltató tájékoztatása szerint többek között a Halasi út, a Brassói utca, a Kisfaludi utca egyes társasházaiban is szünetel majd a szolgáltatás. Február 13-án összesen 16 utcában lesznek olyan szakaszok, ahol áramkimaradásra kell készülniük az ott lakóknak. A munkálatok következtében 8 és 16 óra között nem lehet majd használni az elektromos berendezéseket. Amennyiben ezen időszak után sem áll helyre a szolgáltatás, akkor a fogyasztóknak a 62-es körzet 565-600-as telefonszámot kell majd hívniuk. Gyertyagyújtással emlékeztek Kecskeméten arra 23 éves nőre, akit szerdán gázolt el egy busz a piaristák terén. A tragikus baleset helyszínén 6 óra tájban a szemerkélő eső ellenére is 50-60 fő gyűlt össze. Az emlékezők egy-egy szál gyertyát gyújtottak a piarista gimnázium és a Katona József könyvtár közötti útszakasz gyalogátkelőjénél. A megemlékezők között ott volt Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester is. A rendőrség ugyan erre az időpontra jelentette be a baleset rekonstruálását, de az a jelzett időpontban nem történt meg, mint arról híradóinkban beszámoltunk, a fiatal nőt a zebrán ütötte el a busz, az eset körülményeit még vizsgálja a rendőrség. Csütörtökön délután tartották a Kodály iskola dísztermében az ütőhangszeres tanszak jótékonysági hangversenyét. Az Időutazás című koncertre ugyan nem kellett jegyet vásárolni, a vendégek azonban akadozhattak az iskola vibrafonjának javítására. A baroktól napjainkig mintegy 300 évet ölelt fel a hangversenyen bemutatott zenei anyag. Mintegy 200-an vettek részt az eseményen, amelyen bemutatkoztak az intézmény ütőhangszeres tanárai, diákjai, de már végzett egyetemista növendékeik is játszottak a koncerten. Emellett Szűcs Máté brácsa művész, Ambrus Anett hegedű művész és Tamás Szabolcs ütőhangszeres művész is fontosnak tartotta, hogy részt vegyen a jótékonysági hangversenyen. Nagy sikert arattak a fellépők, az azonban csak hétfőn derül ki, mennyi lesz a rendezvény bevétele.
Jelenleg összesen két vibrafonja van az iskolának, ezek közül romlott el az egyik. A 40 éves hangszer javítására mintegy 450 ezer forintra van szüksége a tanszaknak, ezért sok múlik azon, mekkora összeg gyűlt össze. A Nem középiskolás fokon című sorozatban tegnap este Romsics Ignác történész professzor tartott előadást a Katona József könyvtár nagy termében. A neves akadémikus a 20. század első felének magyarországi határváltozásait és népmozgásait mutatta be a hallgatóságnak. Határváltozások és népmozgások a Kárpát-medencében a 20. században címmel tartott előadás tegnap délután a Katona József könyvtár Nem középiskolás fokon című sorozatában Romsics Ignác történész professzor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A neves előadónak, aki szakmai pályáját Kecskeméten a levéltárban kezdte, elsősorban a 19. és 20. századi magyar történelem a kutatási területe. Előadásában végigkísérte a határváltozásokat a trianoni békeszerződéstől, az első és második bécsi döntés következményein át, egészen a II. Világháborút követő határmódosításokig. A határváltozások következtében minden esetben erős népmozgások is történtek a Kárpát-medencében, amelyekről adatokkal gazdagon alátámasztott képet vázolt föl az előadó. Szó esett a szervezett lakosságcseréről, a kitelepítésekről és a Málenki robot következményeiről is. Romsics professzor az előadást követően hosszan válaszolt a közönségben megfogalmazódó kérdésekre is. A Családok éve alkalmából egésznapos családi farsangra várja az érdeklődőket a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület szombaton. Pixel Games családi videójátékok, palacsintasütés, látványos bemutatók az akadémia sportversenyei, a Szóra Katénusz Játékmúzeum játékai, koncertek, táncos és báb előadások. Ilyen színes programok sorára számíthatnak azok, akik ellátogatnak a Mercedes-Benz kosárlabda akadémiára. 10 fiatalt biztosan fogadnak majd a vendéglátó szakközépiskolából, akik a szülőkkel, nagyszülőkkel együtt 2000 palacsinta sütésében segítkeznek majd. Az este folyamán Kálai Sanders András szórakoztatja majd a közönséget, de színpadra lép a TST tánccsoport és a ballószögi kincsecskék is. A műsorvezető Rumi László bábszínész lesz. És végül sport. Férfi röplabdásaink, labdarúgó csapatunk és női kosarasaink itthon játszanak a hétvégén. Női röplabdások pedig idegenben az alapszakasz utolsó fordulójában lépnek pályára. Sportajánlón következik. Szoros a programja a HÉP KRC csapatának. Két hét alatt 4 nehéz mérkőzést játszik csapatunk. Eddig 2 mérkőzésen van túl a Kecskemét, melyen 2 győzelmet bezsebelt. Vasárnap az NB1-es bajnokságban szerepel csapatunk. A híres városi alakulat ellenfele a tabella éllovas Kazinc Barcika lesz. A meccs 17 órakor kezdődik a Messzi István sportcsarnokban. A fiúknak nem lesz sok idejük a pihenésre. Kedden már a Magyar Kupa döntőbe jutásáért küzdenek. A visszavágót idegenben játsszák a Pénzügyőrese ellen. A HÉP Röpke Ese női röplabda csapata szombaton játszik a bajnokságban. Csapatunk múlt héten 3-1-es szett arányban legyőzte a közgáz csapatát idegenben. Hétvégén az NB2-es bajnokság alapszakaszának utolsó fordulójában is vendégszerepel csapatunk. Lányaink a tabella első helyéről várhatják a meccset a Palota RSC együttese ellen. A találkozót szombaton 14 órakor rendezik. A kecskeméti LC szombaton 3 idegenbeli mérkőzést követően hazai pályán is megkezdi a felkészülést a Megye 1-es bajnokság tavaszi szezonjára. Az edzőmeccsen ellenfeleink az NB2-es Békés Csabai Előre tartalékjai lesznek, akik a Békés megyei élvonal második helyén telelnek. A meccsre szombaton 14 órakor kerül sor a Széktói Stadion műfüves pályáján. A férfi röplabda meccsel egy időben szerepelnek női kosarasaink. A Kecskeméti KC női kosárlabda csapata vasárnap a DVTK Miskolc U23-as együttese ellen lép pályára. Ellenfelünk a Hírosvárosi Klub előtti 4. helyet foglalják el a tabellán. A női kosárlabda NB piros csoport mérkőzésére vasárnap 17 órakor kerül sor a Bolyai János Gimnázium tornacsarnokában. A
Ezek voltak a híres hírek pénteken este, mutatjuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. Biztonsági kamera rögzítette, ahogyan egy férfi autók kerekeit szurkálja ki a Halasi úton. A közelben élők szerint bosszúról van szó. Katica kupolás lesz az újabb kecskeméti bölcsőde a Homokbányán. Az intézményben 52 gyermek ellátására lesz mód. Karbantartásokba és fejlesztésekbe kezd az áramszolgáltató, hétfőn 16 utcában nem lesz áram Kecskeméten. Gyertyagyújtással emlékeztek Kecskeméten a piaristák terén arra a 23 éves nőre, akit szerdán a zebrán gázolt el egy busz. Ez volt a híres hírek, a hírórát azonnal folytatjuk a kiemelővel, amelyben ma szó lesz arról, hogy a további balesetek elkerülése érdekében milyen megoldásokra van lehetőség a piaristák terén. Valamint tudósítunk egy érdekes lézeres kísérletről is, és mai vendégünk Gáspár Ferenc, az Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke lesz, tartsanak velünk. Híreinket el tudják olvasni a hírportálunkon is, címhíres.hu, vagy meg tudják nézni a híres hírek ismétlését 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képviság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 8 óra 30 perckor. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várom Önöket, tartsanak velünk akkor is, most köszönöm a figyelmet, további szép estét, jó tévézést és kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra! Szombaton az előrejelzések szerint nagyrészt erősen felhős lesz az ég Kecskemét felett, helyenként hószálingózás, gyenge havas eső is kialakulhat. Az északi a szél gyenge, mérsékelt marad. Reggelre jelentős területen fagyni fog, délután 1 és 6 fok várható. Vasárnap már száraz, változóan felhős napos időre készülhetünk, nem lesz jelentős a légmozgás, a fagyos reggelt követően délután 0 és 6 fok várható. Hétfőn nyugat felől felhők érkeznek, szórványosan gyenge havazás, havas eső is kialakulhat.